Az eddigiekhez képest jóval gyorsabban pontot lehet tenni a bírósági ügyek végére az új büntetőeljárási törvénynek köszönhetően. A legfontosabb változás egy eddig ismeretlen egyesség nevű lehetőség megjelenése, amelynek lényege, hogy már az első ülésen ítélet születhet, amennyiben a vádlott beismeri bűnösségét és elfogadja az ügyész által felajánlott alkut. Jelentős pénzügyi terhet vesz le a tinik és szüleik válláról a kormány ugyancsak július 1 -től. Az állam ugyanis megtéríti a kresztan folyam és vizsgadíját a 20 évnél fiatalabbak részére 25 ezer forintos érték határig. Ez az intézkedés közel 50 ezer vezetni vágyót érinthet, és az általánosnak mondható B-kategóriás jogosítványhoz szükséges kresszpapírok megszerzését teljes egészében fedezheti. Folytatódik az adózás terén korábban meghirdetett digitalizáció, amelynek legújabb állomása a cégeket érinti. A NAV számlabekötési kötelezettség élesedését követően az adóhatóság valós időben láthatja majd a legalább 100 ezer forintos áfát tartalmazó számlák adatait. A tervek szerint az új szabályozásnak a legfontosabb hozadéka a cégek tehermentesítése lesz, és a remények szerint jelentősen növelni fogja majd a fegyelmet és az államkassa bevételeit is. A nyár további részében már az utazási irodák ügyfeleit is jobban védik majd a jogszabályok, amennyiben a szervező cég nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben foglaltakat. Nagyobb mozgásterük lesz a károsultaknak, főként anyagi jellegű érdekeik érvényesítésében. A korábban megkezdett bürokrácia csökkentést is elősegítik elsőjétől, ugyanis bizonyos feltételek teljesülése esetén bármely cég számára elérhetővé válik az egyszerűsített végelszámolás lehetősége.